csánépek, polákmentes szemüveget kívánok. Hoztam egy csatát a Karival, a 8-as Japán Premium TD-vel. A pálya Fisherman's Bay, lőhetjük a kicsiket, úgy is mondanám, hogy top tíresek vagyunk. Egyetlen egy köcsög van a csatában, szerencsére az 6-os. Na, nézzük a lőszert. AP a standard lőszerünk, ha megtalálom végre azt a kibaszott egeret, megvan, jó. 252-es pen, 500-as alfa a goldunk, szintén AP. 298-as pen, 500-as alfa. 10-93-nál töltjük újra ezt a gánt. Na hát a csata első felében nem nagyon leszek túlságosan szerencsés a lövöldözésben. Nem is lassítok le, mert fölösleges. Instant mellé lövök, meg mindenféle fasságot csinálok majd, de sok mindenre nem leszek képes. Igen, kis ugló volt a Panther csöve, de nem probléma. Na nézzük, IKV megvan. Simán mellé lőttem. Hogyne, simán. De nem baj, elbérünk, mert spotolni, Crusader elő van, nagyon jó. Brutal Panther, mellé. Nagyon jó, 2-1-re megy a zenemi. Nézzük, gurulunk tovább egy kicsit közelebb a feladathoz. Puncher nem játszik, Su nem játszik, IKV nem játszik, Szent Emil messze van. Jó, akkor még nyomjuk egy kis speed boostot. Na, gurulunk tovább, IKV, na talán most szerencsésebb leszek. Hát ez egy elkapodott lövés volt, nem szökült be a gán, de ebben a csatában nagyon szopózik velem ez az ágyú. De némi asszisztot beúsztunk. Hát némi asszisztot, 170. Amúgy nem csináltunk semmit. Szerintem én menekül. Á, Istenem. Na. Gurulunk tovább. Azt hiszem, itt talán a Brutal Panthert majd vakon el tudom lőni. De nem vagyok benne biztos. Majd akit annyira érdekel, az megnézi a lőlapot. Lényeg az, hogy sokkal kevesebb AP-val fog megjelenni a Brutal Panther mindelőtte. Talán sikerült előni. És akkor még előkerült Isu barátunk is. Hát ő még eléggé kellemetlen egy ellenfél tud lenni. A 750-es alfájával. Megvan Comet barátunk is. Hát, hello bro. 443. Értem én, hogy elengé. De hogy ilyen alacsony rolokat lövök bele, bazd, egy hetes páncélozatlan papír fosmedbe, bazd meg, az hihetetlen. Hát Brutal Pantherból lényegesen kevesebb van, mint előtte. Comet még mindig nem tanult az esetből. Úgy nézem, leesett rólam a spot, nem számít rám. Na ez már közelített az alfa sebzésemhez. Csodálatos. Eddig lőttünk ám keményen majdnem egy ezrest. Na akkor osonok tovább. Szent Emil és Isu még itt van. Az Isuval nem szerettem volna találkozni, még a Szent Emilnek a nagy ágyus találtát, még azt, hogy felbírom dolgozni azt a 490-et. Egy ilyen 7-5 felett nem szerettem volna. Szent Emil szerencsére elkúrta a lövést. Pantherünk bátor is megy rá, engem meg valami valahogyan kiszpotolta a Szent Emil. De nem akartam vele foglalkozni, rámegyünk a nagyvadra. Isut egy kicsivel veszélyesebbnek tartunk, mint a Szent Emilt. Kettő meg a Pantherünk csinálgatja a Szent Emilt rendesen, úgyhogy igaz. És a gírsort csinálta meg teljesbe. Na, 8-8 az állás, 1415-re feldúsultam. Még itt is a csatának majd a vége lesz a tuti, mert vissza kell mennünk bázist védeni, miután eszembe jutott. Jó, hát akkor itt az M44-es kérdést elintézte a Type. És akkor gurgulászunk. Ó, oh, megvan Churchill. Jön is a barátunk, ő jön vissza bázist védeni. Ősiesen. Megint 440, bazd meg. Tehát ilyen kemények ezek a hatos szarok. Defendert meg, bazd meg, gyomorszájlökön, bazd meg, őt húzza, de a hatos szemétdombra, bazd meg, csak 440-et bírok lőni. Tehát azért Wargaming, azért a polákok megvédését azért már kicsit azért el kéne hanyagolni a bazd meg ennek a játékban, már kezdem úgyni, hogy a vörös szarba nem, vörös szart nem találom el, vörös szarról lepattanok, a vörös szarba minimum rollokat lövök, meg ilyen szarok, bazd meg. Tehát értem én, hogy villanymotor, de azért kap be a faszomat, te cigány Wargaming. Őszintén. Na, 10-10. 1855 damage. Itt van Renegade. A top tier-es semmi tankjuk. Ő sokkal jobban áll kirügyileg meg, szerintem minden szempontból, mint én. Ő letolta a város, mint a gecis bugyit. Csak éppenséggel jön Zozi és társai. És akkor kapni fog a pofikájára. Hello köcsög, gyere, gyere, cicc. 473. Hát az 500-at eddig nem nagyon sikerült meglőni.
értem én. Jó van 85, nyugodjál meg, majd te is fogsz szokni a pofádra valamikor. Talán most. Ismét nem sikerült meglőni az alfámat. De a T-31-85-nek csak megsugom, hogy 180-as, 185-ös alfája van. Neki már nagyobbat trollolt a biznisz. És közben, hál' Istennek, kibombázták a Renegédet. Együttes erővel megoldottuk. És ha jól emlékszem, akkor visszatöltöttem AP-ra. T-78-at talán megoldják nélkülem. Nem, akkor én oldottam meg a T-78-at. Szerencsére rollolt akkorát az ágyú, hogy el tudtam intézni. A Lof HP és T-78-at. T-37 mindig benn van a kepen, folyamatosan futkározik, és én nem nagyon akartam úgymond pozit váltani, mert ha úgy jövök ki, akkor T-34-85, AMX-445 azért oldalba tudtak volna tekergetni rendesen, és inkább kihagynám ezt az élményt, ezt meg kurvára elbasztam. Na mindegy. Na, ott is van az M445, ahol nagyjából hagytuk. Szia! Podrev, Brodév, szia barátom! Na, akkor kettő kire feldagadtam, 2944 látható damázs, és azt mondom, a T-34-81 visszamegy bázist védeni, úgyhogy igazából nem is időztem vele, úgy időztem itt túlságosan sokat, mert hát csak egy megérzés volt, hogy tulajdonképpen ő visszamegy a cap körük felé, Crusader fog nekem egyet villantani, és talán a G-sornak majd tudok küldeni egy meghívót, mert ha jól emlékszem, akkor elkapom a 85M-et. Így is van, megvan a fiú. Szerettem volna tisztán rálátni, nem azért, mert félünk, vagy valami. Nice. Szerintem nem tudtam meghívót, azaz küldtem neki meghívót, csak nem fogadta el a G-sor a meghívót. Nyilván ebben a csatában nem én voltam a top damázsol, hanem a... ez a takony. Tehát a Renegéd vitte el ezt a prímet szerintem. Bár nem emlékszek a lőlapra, meg a csatára sem nagyon már, de valószínűleg tartom, ez így történt. Ez csak igazából egy nézhető csata volt. Tehát igazából többet is ki lehetett volna szerintem hozni ebből a Verdából, hogyha az elén nem ücsörgök annyit, hanem kicsit rohamtérésemre veszem a figurát, de hát ezt egy utólag már teljesen mindegy igazából, hogy mi lett volna, ha, meg ha így kellett volna. Így sikerült. Szerintem nézhető kis csata volt. Csá népek!